Most még csak Vásáros-Naményig közlekedhetnek autópályán Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az autósok, de a tervek szerint a jövőben az országhatárig fog érni a stráda. Az egész országban jelenleg mintegy 1600 km díjköteles útszakasz van. Nemzetközi viszonylatban is unikumnak számít a megyei matrica rendszer, amely egyre népszerűbb az autósok körében. Ez derül ki a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT legfrissebb adataiból. Van egy úgynevezett előértékesítési, illetve elővásárlási időszak, ez a 2022. decemberi hónap, december 1-től december 31-ig tartó időszak. Aki tavaly decemberben vette meg az éves matricáját, az 2023. január 1-től 2024. január 31-én éjfélig tudja használni. Tehát aki elővásárlás során vásárolja meg éves matricáját, az 13 hónapig használhatja. Az éves matricáknak az érvényessége az egy fontos dolog. Az az alapvető szabály, hogy az éves matrica megvásárlás évétől, tehát a tárgyévet követő év január 31-én évfélig érvényes. A 2023-as Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei matricából mintegy 1300 darab fogyott a tavalyi évvégi elővásárlási időszakban. Ez az adat közel 20%-kal haladja meg az egy évvel korábbi számokat. Marcin Bence úgy fogalmazott, a megyei autópálya matrica rendszer egy költséghatékony megoldást tesz lehetővé az autósok számára. A magyar elmatrica rendszernek ez a megyei matrica része, ez egy unikum, tehát ez máshol nem található meg. Aki Magyarországon autópálya matricát vásárol, az előre tud gondolkodni, meg tudja választani, hogy milyen termékeket szeretne használni, hogy mi az, ami neki megéri. És ebben nagy segítség a megyei matrica, mert van, aki azt mondja, hogy neki nem éri meg egy éves országos autópálya matricát venni, helyette vesz három megyei matricát. Marcin Bence azt mondta, ha valaki autópálya matrica nélkül hajt fel a pályára, 60 perc áll rendelkezésére, hogy megváltsa az ehhez szükséges engedélyt, anélkül, hogy bírságot szabnának ki rá. Az autópálya matricát azt a felhajtás előtt kell megvásárolni, de van egy olyan lehetőség, hogy aki felhajtott a díjköteles úthálózatra, és eszébe jut, hogy neki erre nincs érvényes jogosultsága, akkor 60 perc áll rendelkezésre, hogy azt megvegye. Ilyenkor például, hogy autópályán közlekedik valaki, akkor a következő pihenőhelyre lehajt, nem is kell ott üzemanyagtöltőállomásnak lennie. Én az online felületünket, a nemzetiudi.hu oldalt szoktam ajánlani, mert a társaságunk biztosítja az egyetlen olyan online értékesítési felületet, ahol nincs kényelmi díj. Tehát aki nálunk a nemzetiudi.hu oldalon vásárolja meg elmatricáját, az ugyanannyit fizet érte, mintha egy töltőállomáson venné meg. Az autópályák mellett valamennyi díjköteles úthálózattal kapcsolatban segíti a sofőröket a nemzetiudi.hu oldal, amelyen térképek is mutatják, mely útszakaszok használhatók ingyenesen és melyek díjkötelesek.